Ez itt a Future Talks podcast, a Trade magazin üzleti magazinja. Én Krizsó Szilvia vagyok, és ahogy megszokhatták, vendégeimmel mindig adott terület jövőjét próbáljuk kutatni. Ez tulajdonképpen abból a szempontból egy egész könnyű vállalkozás, hogy úgyse tudjuk, mit hoz a jövő, tehát bármiről is tudunk beszélgetni. Most például Kadarkai Endre riporterrel, szia, és szerint. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy. Mert ahányszor, amit találkozunk, mindig baromi sokat röhögünk, tehát arra gondoltam, hogy most már úgy jól esne egy kis önfelett nevetést. Egyébként ilyen nagyon nevetős vagy? Szerintem nevetős, szerintem sokkal derűsebb és vikkedélyűbb, mint amit szabadjára engedek egy-egy ilyen felvétel során, úgyhogy rossz hírrel szolgálok, itt nagyon nagy kacarászást nem tudok ígérni. Szerintem igen. Szerintem olyan jókedélyű, azt preferáló fiú vagyok, nyilván vannak rosszabb pillanataim is, szóval azért nem egy ilyen csupa derű gyerek. Azt is azért leszögezném. Tudod, vannak ezek, akik örügy nélkül is tudnak örülni az életnek. Szerintem az nem vagyok. De ez van ott, hogy örüljek. Van, abszolút, van. De tudod, van, aki 0-24-be. Tehát aki ilyen áradóan mindig sugározza magából ezt az optimizmust, meg ezt a derűt. Én nem vagyok azért, azt szerintem. Üres a pohár, vagy félig tele, vagy hogy szokták ezt mondani? Tehát, hogy félig tele, félig üres. Szerintem van hajlamom látni néha azt, hogy most azért hiányzik abból a pohárból. De lehet trenírozni magát az embernek arra, hogy észrevegye azt, hogy azért van ott. Ez szemlélet kérdése azért. Én nagyon hiszek a tudatosságba, általában véve is. Szóval nagyon sok minden rajtunk múlik, amivel engem föl lehet idegesíteni, amikor ilyen mindenféle külső körülményekre hivatkoznak emberek. Hogy ne mondjam, hogy mi mindenre szoktak hivatkozni. Ott agyvérzés közeli állapotba tudok kerülni. Tehát amikor a sorsra, a szerencsére, a kisebbségekre, a politikára, tehát mindenki felelős az ő balsorsáért, csak ő nem. Ettől meg tudok örülni. Szerintem mi magunk vagyunk a saját szerencsénk vagy szerencsétlenségünk kovácsa. De ahogy nézem, te abszolút a szerencsédnek vagy a kovácsa, nem? Tehát, hogy ahogy így nézem a pályafutásodat, ugye nem olyan régen voltál 39 éves, és amikor Hogy emlékeztetsz. Hát csak azért, mert hogy úgy kellett, hogy fogalmazzak, amikor felköszöntöttelek, hogy szemtelenül fiatal vagy, de ehhez képest a szemtelen fiatalságod mellett tulajdonképpen van egy hatalmas szakmai tapasztalatod, mert hogy most már több mint 20 éve dolgozol riporterként. Igen, szerintem tudatos voltam, és biztos, hogy szerintem azt nem lehet elvitatni, hogy nagyon sok munkát tettem abba, hogy ez valamilyen szintre eljusson. Nem is nagyon hiszek másba, mint a munkába. Tehát szeretem elmesélni azt a történetet, nem velem történt, ezért aztán különösen jól hangzik, hogy az Estakács András csinált egy interjút a Vitoraival, amikor a Vitorai volt, emlékeim szerint 70-valahány éves, lehet, hogy épp 75. És a Vitorai fölidézett egy történetet Estakács Andrással kapcsolatban, aki 19 évesen Bill Clintonnal készített egy interjút, azt hiszem a Népszabadság számára, hogy azok az emberek és azok a kollégák, akik mindenfajta kifogással élnek a tekintetben, hogy miért nem lehet egy egykori amerikai elnökkel interjút készíteni, Vitorai föltette a kérdést, hogy hány kollega állt ott a hotel előtt, nem tudom én, 6 órát? Hány tud úgy angolul, hogy szóba tudjon elegyedni Bill Clintonnal? És kibe van meg az a spiritus, vagy vagánság, vagy bátorság, hogy mindezt megismerje tenni? Kibe van meg annyi sárm, vagy megnyerő íz, hogy Bill Clinton azt mondja neki, hogy oké, fiatal barátom, van két kérdésed. Szóval a mázli szerintem csak egy esély. Azzal élni kell tudni, ugye ezt az Andrew Vajna magyarázta egyszer, már nem nekem, jó lett volna, hogy ilyen külön oktatásban részesültem volna tőle. Annyit mondott, hogy minden ember életébe eljön a szekér. Három dolgon múlik. Az egyik, hogy felismered-e, hogy ez az a szekér. A másik, hogy van-e bátorságot felszállni arra a szekérre. A harmadik pedig, hogy felkészült vagy-e abban a szent pillanatban, amikor megérkezik a szekér. Hogy az a szekér az egy ember, az egy munkalehetőség, az egy óriási, visszanemtérő alkalom, azt szerintem mindenkiné változó. De sok szekér van szerintem. És utólagosan, ha visszagondolnak az emberek arra a bizonyos szekérre, és kellően önreflexívek és kritikusak, rá kell, hogy jöjjenek, én legalábbis ilyen látásmóddal igyekszem vizsgálni a saját múltamat, hogy én voltam a hibás, ha bánom, és elrontottam valamit. Vagy nem voltam akkor kész mindenre, vagy elgyávultam, vagy egész egyszerűen nem vettem észre, hogy ez bizony egy nagyon számottevő szekér az én életemben. Milyen érdekes dolog, hogyha most becsuknám a szememet, és nem tudnám, hogy te ülsz itt, és mondjuk nem ismerném fel a hangodat, akkor azt gondolnám, hogy na hát ez egy ilyen 60-70 éves embernek az élet bölcsesség, amit most így megoszt az óriási élet tapasztalatával maga mögött. De azért ez nincs meg, vagy van? Nincs. Tehát, hogy ebben a 20 év azért belepréseltél? Szerintem azért préseltem, mindig koravén voltam egy picit. A szó nem rossz értelmében, legalábbis nagyon remélem.
Én sokat gondolkodtam, meg egy ilyen filozofálgató lélek voltam. Szerettem hallgatni világéletemben, rengeteg történetet hallgattam végig életem során, már csak szakmámból fakadóan is, meg én minden látszat ellenére nagyon jó hallgatóság vagyok. Tehát, hogy valaki elmesél egy jó sztorit, én imádom azt hallgatni, és meg is jegyzem. Épp ezt akartam mondani, hogy én is imádom hallgatni a jó sztorikat, de én nekem valahogy elég szelektív a memóriám, és úgy egy idő után elfelejtődnek dolgok. Ebben nekem nagyon jó a memóriám. Azt szoktam mondani, hogy ilyen már-már furaság kategóriáját súrolóan tudok felidézni párbeszédeket és helyzeteket. Ami engem egyébként zavar is, meg néha lehet a környezetet is, hogy egy 6 évvel ezelőtt odavetett mondatra és tudom a vita hetébe emlékeztetni őt, hogy akkor mást állítottál. Ezek nem olyan szerencsés vita helyzetek, már a másikra nézve. Megjegyzek idézeteket, történeteket, de más nem. Tehát például számokat egyáltalán nem tudok megjegyezni. Nincs nyelvérzékem, tehát a külföldi nyelvekkel mindmáig hadilábon állok. Tehát magyarul te nem tudtál volna Bill Clintonnal interjút nem. készíteni. Nem, lehet, hogy ezért maradt meg bennem ez a történet. Nem. Még magyarul sem mertem volna oda menni, szerintem 19 évesen. Szóval ez nem volt. Szerintem 19 évesen bennem ez nem volt meg. Ez nagyon megmaradt ez a történet, ez hajtóerő is volt, mikor ezt én annak idején olvastam, hogy ez sok mindenre válasz, meg sok mindenre tud lendítő erőként szolgálni, hogy ha szabad, vagy lehet, csak így lehet, és csak így szabad. Azokat mindig irigyeltem, akik olyan magától értetődő természetességgel tudtak 16-17 évesen is eljárni a felnőttekkel szemben. Szerintem ez bennem nem volt meg, én nagyon tisztelettudó. Azt szoktam mondani, hogy csibész, de úriember. Tehát, hogy azért megtartottam azt, hogy betartva a formákat, nem voltam szemtelen, pimaszkodni szerintem csak a jó ízlés határain belül szoktam, és azokat úgy mindig irigyeltem, akik olyan 15 évesen úgy tudtak odaszólni, tudod, azzal a bájjal meg sármal, hogy nem lehet rájuk haragudni, de mégis volt egy ilyen nagyon pimasz hangütésük. Térjünk egy kicsit vissza ahhoz a vonalon, hogy azt mondod, hogy tudatosság, és ezt nekem egyszer mondtad, hogy te nagyon-nagyon tudatos vagy mindenben, de miben vagy igazán tudatos, mert azért manapság dobározunk azzal a szóval, hogy tudatosság. Szerintem a szakmámban leginkább. Azt nem tudom, miért akartam én ennyire, de nagyon akartam. Ezt nagyon akartam. Szerintem semmit nem vettem annyira komolyan, mint ezt. Talán 10-11-2 éves korom óta, és ebben nem nagyon ismertem tréfát. Egyszer majd rájövök, ha megérem azt a bizonyos kort, amelynek a hangütésén szólalok meg, 60-70, azt hiszem 60-70-et mondtam. Azt mondtam, igen. Igen. Látod, meg tudod jegyezni a számokat, meg. Tehát, hogy most hát, akkor ez is megvan. Hát, ha róla van szó, akkor igen. Pláne ilyen kontextusban. Hogy miért is volt ez ennyire fontos nekem, erre még nem jöttem rá, de valamiért nagyon akartam. És ebben meghallgattam majd mindenkit, aki az én értékrendem szerint eljutott valameddig, és az ő receptjei vagy titkai nagyon érdekeltek. Tehát hogy csinálták? Mi volt a munkamódszerük? És főleg a tudatosak érdekeltek nagyon. De az egész régieket is meghallgattam, tehát a Mester Ákos féle korosztályt, a velük készült interjúkat, vagy amikor ők mondták el azt, hogy ők miben hisznek, milyen filozófiájuk van, egyre bizonyosan rájöttem, hogy a munkát nem lehet megspórolni. Ezt például nagyon hamar. Ezt a napkeltébe is el kellett, hogy sajátítsam. Mai napig úgy járok el, hogy sok mindenre lehet hivatkozni. Én nagyon szeretem, amikor, ez lehet, hogy ilyen csúnya szó, lehet, hogy megbánom, amikor hablatyolnak. Tudod, amikor úgy beszélnek mindenféléről, hogy készek a tervek, mi már nekiállunk, minden meg, és 4 év alatt az égvilágon semmi nem történik. És mikor újra találkozunk, és megkérdezem, hogy nosza, már a célegyenesbe járunk. Tehát ezt például szerintem akkor viszonylag fiatalon megtanultam, lehet, hogy a gyárfástól is, hogy ha hétfőn föl lehet hívni egy riportalanyt, akkor miért várunk szerdáig? Tehát mi fog történni ez alatt a 2 nap alatt, hisz ha én hétfőn fölhívom, akkor 48 órányi előnyöm van a vetétársakkal szemben, hogy én korábban beszéltem vele. Tehát miért adjam meg ezt a luxust? De volt, hogy kitaláltam egy műsorötletet este 11-kor hazatérve valahonnan, és ilyen egyre már azt kidolgoztam név pontossággal, és másnap fölhívtam egy kollégát, hogy figyelj, szerintem meg volt, mit kell csinálnunk. Megcsináltátok? Azért nem csináltuk meg, mert nagyon-nagyon sok pénz kell hozzá. Tehát ez egy ilyen országos, kampányszerű, mindent elborító társadalmi ügyé válhatott volna akkor, tettünk lépéseket, és úgy voltam vele, hogy ennyi nincs benne. Tehát azért inkább csinálnék tévéműsorokat, mint hogy mindenfajta társadalmi ügyek élére álljak, de hiszek benne, hogy lehet, hogy egyszer megvalósulhat. Kamerán kívül majd elmesélem neked, hogy mi. Na jó, málig már. Figyelj, de a tudatosságra visszatérve, mert oké, azt mondod, hogy a munkát nem lehet megsporolni, de mibe kell még a tudatosság? Tehát most, hogyha erre a szakmára, tehát mint a riporteri szakmára tekintünk, akkor mi az, amit te tudatosan csináltál, ahhoz, hogy úgy fogalmazzál, hogy eljutottál
valahova, hát azért elég magasra, mert hogy elég jól jegyeznek téged a hazai piacokat. Ennek nagyon örülök, és köszönöm, jól esik. Mondok egy példát. Elemeztem szerintem az első 70 interjúmat. Pontoztam magam, gyalázatos pontszámokat kihoztam magamnak. Tehát nem az a típus voltam, hogy most ez 10 vagy 11. Tehát nagyon gyengéket adtam magamnak. Volt olyan korszakom, amikor egy ilyen kis kártya volt ide csúsztatva, amire föl volt írva, hogy ne hadarj, ülj egyenesen, figyelj a válaszra, mert azért a legnagyobb amatőr hiba az, amikor, és én ezt elkövettem nagyon sokáig, legalábbis egy évig biztosan, fölírtam rendkívüli kérdéseknek gondolt sort, és azt én kritikátlanul föl is tettem. És ha az ember elmondta azt, hogy most jött, és a nagymamáját most folytotta meg egy, nem volt ilyen természetesen párnával, akkor én föltettem a következő bugyut a kérdést, ami föl volt írva. És ezt nagyon módszeresen el kellett, hogy hintsem magamba, hogy az utolsó szót, akik kell figyeljek a másikra, lévén, hogy a jó kérdés az a válaszból következik, nem pedig, amit otthon én megálmodtam nagy nagy tervszerűséggel. Szerintem előrelátó vagyok, tehát sokáig tudtam, hogy mit akarok csinálni, milyen műsor érdekel. Ez egy örök vita például, hogy mi a tudatosság. Az, hogy valaki azt csinálja, amiben szerinte jó, nem pedig más meghódítandó területek után nyúl, vagy az a tudatosság, hogy megpróbálod a saját magad mozgásterét, színét, karakterét kellően árnyaltá és sokszínűvé tenni más-más műfajok nyomán. Én az előbbibe hiszek. Tehát nem nagyon látom, hogy táncos műsor például én vezetnék, lévén, hogy erős alkoholos befolyásoltság után sem vagyok képes táncolni önfeledten. De a műsorvezetőnek nem táncolni kell, hogy csak felkonferálni a táncosokat. Én láttam már olyat, hogy ők is táncra perdültek, és akkor eldőlt a sorsa ebben a műfajban. De ott is egy ilyen harsányabb, végtelenül dinamikus poronmesterré kell előlépni. Ebben nem hinném, hogy én lennék a legjobb. Szóval én azt gondolom, hogy ha valami jól áll nekem, vagy közepesen jól áll, az a beszélgetés. Érdekelnek az emberek. Ezt próbálom meg úgy kibontakoztatni, hogy minél sokszínűbb műsorok nyomán, és a vendégkör tekintetében is, minél inkább másfajta embereket is megmutatva tudjam ezt a közönség elé tárni. Nem tudom megígérni persze, hogy 5 év múlva is ezt fogom csinálni, mert vannak ötleteim a tárgyban, hogy ebből azért ki lehet mozdulni egy picit, de hogy háborús övezetből nem valószínű, hogy fogok tudósítani, az egészen biztos. Nem bízunk vele, hogy addigra nem is lesz olyan övezet, ahol éppen háború lenne, és te elmehetnél oda. Ugye azt mondtad most is, hogy már szóba ezt az 5 évet meg, hogy előrelátó vagy, de akkor most egy kicsit mondjuk 20 év múlva, még akkor is szemtelenül fiatal leszel. Már tehát, beérek hogy... abba a korba, amiről beszéltünk. Tehát akkor már úgy tudok megszólalni, hogy a fizimiskám is megérkezik. Akkor már önazonos lesz az életbölcsesség. Hát, hogy lesz-e ez a szakma, az is jó kérdés. Hát ez a kérdés, hogy lesz-e. Ugye most már tényleg lassan azt látjuk, hogy ha nagyon odahelyezik magukat, akkor kvázi olyan beszélő fejeket lehet látni képernyőkön, akiről azt is gondolhatnád, hogy ő valami húsvér, aztán kiderül, hogy mesterséges intelligencia alkotta képződmi. Én azért konzervatív vagyok, tehát szerintem arra mindig lesz igény, hogy két ember, húsvérember a saját esendőségeit, tökéletlenségeit is föltárva beszélgessen fésületlenül, és nem előre programozott módon. Az biztos, hogy elgondolkodható, hogy ma ütre-botra mindenki podcastet készít. A séf, a gitáros, az énekes, a táncos, a rendőr, mindenki. Hogy ez jó-e nekünk, akik ezt nem hobbi szinten műveltük. Először ez engem például dühített. Tehát azon gondolkodtam, hogy vannak színházi ismerőseim, nekem eszembe se jutna azt mondani neki, hogy szerintem én jó Lilium lennék. Tehát próbáljuk meg, hát mi baj lehet. De mindenki azt gondolja, hogy amikor beszélgetni kell, az olyan egyszerű, és neki ez majd biztosan megy. Aztán rájöttem arra, hogy ennél demokratikusabb nincs. Tudnilik így kiderül, és mindenki nézzen magába, hogyha egy civil sejpítő ember jobb beszélgetéseket képes készíteni, mint oly sok magát komolyan vevő szakember, akkor gondolkodjunk el azon, hogyha ennyire kinyitottuk ezt az egész műfajt, akkor ezzel jót tettünk, vagy rosszat? Szerintem nem tettünk rosszat. Ott van egy szám, mindig ezt szoktam mondani, hogy ott van egy szám a YouTube-on, ami kétségbevonhatatlanul megméri a tetszésindexet. Nem hiszek ezeknek a mindenhatóságába és megfelelbezhetetlenségébe. Tehát nem azt jelenti, hogyha valami 100 000 a 100-szor jobb, mint ami mondjuk 1000, sőt, hát látunk erre példát is. Ez nagyon sok szegmens van, mert ezt azért te is tudod, hogy nyilván be kell rakni először egy csomó pénzt, hogy elkezdjen az felfutni, az algoritmus utána, az már hozzászóval, hogy ezért ez teljesen így van. Nem objektív,
nem objektív, de valamilyen paraméternek megfelelő. És ebbe például nagyon hiszem, vagy hiszek, és reménykedem is, hogy ez a fajta egészséges versenyszellem ez nem fog elmúlni. Ez jobbra is sarkalja a másikat, engem biztosan inspirál, nevezetesen, hogy azért csak meg kéne mutatni, hogy jobban beszélgetünk, mint egy civil, aki úgy gondolja, hogy kiteszi a GoPro kamerát a konyhába, és beszélget anyukájával arról, hogy hogy sütötte a tortáját, mert tényleg ilyen szinten beszélgettek már emberek. Ugye, egyébként de elképesztő, hogy ezeknek mekkora nézettsége van, és akkor nem csak a YouTube-on, hanem az összes létező olyan felületen. Én mindig azon meditálok, hogy egyébként az embereknek hogy van ideje ennyi dolgot megnézni, meghallgatni. Igen. Tehát, hogy számomra ez a rejtély. Tehát, hogy egyszer nincs az a tartalom, amire ne lehetne fogyasztót találni. Szerintem ki vannak éhezve az emberek, és ezért hiszek abban, hogy ez a műfaj, ez az interjú műfaj, ez eltüntethetetlen. Tehát erre mindig lesz igény. Ha az nem fikciós, szerintem ez fontos. Az mit értesz azon, hogy nem fikciós? Nem egy előkészített, kimódolt, itt most eljövünk és bejelented és elmondod, nem. Leül két ember és őszinte érdeklődés nyomán, ez lesz az egésznek a hajtóereje, kialakul valami. Én ebbe végtelenül hiszek. Ez már volt 60 évvel ezelőtt, én bízom benne, hogy lesz is, hogy ez milyen formanyelvet ölt majd, ezt nem tudom. De félem, ugye van a Szavakon túl című műsorod, amiben én nagyon boldog voltam, hogy elhívtál, és beszélgettünk, és akkor köszönöm. És akkor ugye föl voltak tüntetve különböző kis pici szavak, vagy kis mondatok, ami alapján az ember választhatott. És azon meditáltam, hogy ugye nyilván 500 féle beszélgetés keveredhetett volna a mi közös találkozásunkból, annak kapcsán, hogy én most mire mondok igen. De azért elkezdtem gondolkozni, hogy azért van-e neked mégiscsak valami olyan koncepció a fejedben, hogy jó, hogy lehet, hogy ezt kihúzta, de ha arról kell beszélgetni, azért mert csak oda csatolom azt, mert engem meg az érdekel. Nyilván van benne olyan értelemben csalás, hogy az elején szolgaian betartottam azt, hogy ki milyen kifejezést választ, és csak és kizárólag arról beszélgettem, és mikor az a téma kimerült, akkor azt mondtam, hogy húzz egy másikat. És hasból mondok valamit, ha neked meghalt egy cicád 6 éves korodba, és te 3 évig bömböltél, és egész egyszerűen érintünk egy témát, ami a macskákkal kapcsolatos, én vagyok a világ legnagyobb idiótája. Ha köztudomású, hogy neked meghalt 6 évesen a cica, azt mondom, hogy hát, vagy kihúzza a Szilvi, vagy nem. De a nézőben az maradt, hogy hát ekkora idióta nincs, hogy a cicát nem kérdezte meg. Szóval e fajta ilyen tudatos lavírozás, vagy inkább azt mondanám, hogy megsegítése az alanynak van, de nagy csalások nincsenek, tehát bármire megesküszöm, hogy tényleg ki van dolgozva, az a 18-20 téma, az van mögötte, amit kihúz. És ez azért van, mert én eluntam azt az interjú készítést, hogy lineárisan megyünk végig. Tehát akkor már tudottam, vagy 500 interjún. És azoknak a jó része azért lineáris volt. És azt mondta magamnak, nekem is kihívás, nevezetesen, hogy a dramaturgiája sokkal esetlegesebbé válik, meg talán az alanyt is egy picit jobban tudja motiválni és inspirálni, hogy egy szomorú, könnyekkel teli téma után hogy lesz majd mindez átkötve és tálalva, amikor majd végkedélyűen nevetgélünk valamint. De ebből a szempontból is jó ötlet, hogy nem kell gondolkozni, mi az első kérdés. Tehát ez egy önvédelmi történet is. Én rengeteget gondolkodtam régen az első kérdésen. Tehát én éjszakákat. Tehát, hogy jött, ez még az ugló tévés korszak, és hogy mivel kéne nyitni, milyen ilyen melbevágó kérdés kell, aztán rájöttem, hogy nem kell olyan baromi melbevágó kérdés. Sokszor még akkor se tudtam az első kérdést, aztán később, amikor már így helyet foglaltunk. Ezt hozza a rutin. Szóval például a tudatosság tekintetében szerintem az is megérkezik, hogy az ember már elkezd bízni a saját képességeibe, szavakészségébe, és főleg rutinjába. Ezt a Vitrai mondta, az egy jó mondat volt, pont erre, hogy én fölírtam mindent korábban, hogy ő mindig megengedte magának azt a luxust, hogy a válaszból hirtelen találja ki a kérdést. Mert rám nézett, és azt mondta, hogy én a maga helyébe, elnézve a maga intellektusát, megengedném magamnak ezt a hihetetlen nagy vonalúságot, tehát hogy ne írjam föl. És rájöttem arra, hogy olyan nagy baj nem tör, mert mitől fél egy igazi dilettáns? Attól, hogy leviszi a mondat végét az alany, és nem jut eszébe semmi. Hát ez a rémálom. És rájöttem, hogy azért valamit fogok kérdezni. Tehát olyan nem lesz, hogy csönd lesz. És mikor ezen át tudtam jutni 26 évesen, hogy még soha nem volt csönd, valahogy kivágtam magam, ennél fogva szerintem ez ad egy olyan fölvértezettséget az embernek, hogy csönd nem lesz, aztán valami kisül belőle, így vagy úgy. Figyelj, egy dolog foglalkoztat, és ez tényleg foglalkoztat. Nagyon-nagyon sok beszélgetésedet láttam.
nagyon-nagyon sok beszélgetésed nagyon tetszett. De volt egy-kétszer olyan érzésem, hogy vajon átfut a fejeden annak a felelőssége, hogy azokban a mély interjúkban, abban a helyzetben, hogy az ember szinte megfeledkezik a kameráról arról, hogy ezt utána nagyon-nagyon sokan fogják látni, kijöhetnek olyan mondatok, amit nagyon megbán valaki, de utána az már önálló életre kell, és valahogy ráig arra az alanyra, aki tulajdonképpen nem ezzel a céllal ment oda hozzád. Nem. Ezért is soha nem gondolkodtam. Ugyanis szerintem nekünk az a dolgunk, hogy ilyen mondatok kijöjjenek. Tehát ezért ülünk oda. És én azt remélem, hogy nem vagyok egy részvétlen ember, a civilekkel szemben mindig iszonyatosan empatikus voltam. Ő a saját életét viszi a vására, és valószínűleg először meséli azt el. Tehát vele soha nem babrálnék ki. De azt szoktam mondani, hogy ez nagy lányok és nagy fiúk sportja, tehát aki oda leül a 10.000. interjúját, hát engedtessék meg, hogy én éljek azzal az illúzióval, hogy úgy fog nekem beszélni, hogy tudja, hogy veszi 5 kamera. Tehát amikor agyvérzés közeli állapotba kerülök, amikor az egyik színész azt mondta, hogy hát ő szabadott, hogy ez kimegy a YouTube-ra. És mondta, hogy mégis mire gondolta 5 kamerát látva, hogy házi mozinak fölvesszük mindezt. De volt ilyen komoly? Ó, persze, hogy volt. Tényleg? És akkor persze, hogy nem beszél veled az ott, hogy ott volt a műsorodban? Hát, lehet, hogy Feldmár mondjuk lehet, hogy nem emlegeti a nevem minden nap, már hogy jó értelemben, de nem tudok másról. Aha. Nem tudok másról. Nem vagyok konfliktusos, szerintem rossz élményt, vagy őt leszámítva azt hiszem nem hagytam. Nyilván eszegyével volt egy interjú, de sok helyen elmondtam, az le sem ment, tehát az adásba se került, az egy nagyon rossz ízű, ez félrement az a beszélgetés. Ja. Mindketten felelősei vagyunk ennek, én azt remélem, hogy ő inkább, tehát minimum 51%-ban, ő lehet, hogy nekem vindikálja ezt az 51%-at, de nem, azt hiszem nem. Ártó szándék soha nem vezérelt senkivel szemben. Tehát úgy leültetni, hogy ezt a csávót most úgy rendesen sorokba fogom szorítani, és most ráhozom a frászt, és kicsinálom, engem ez soha nem motivált. Én azt vallom, hogy egy órán keresztül nem nagyon lehet hamiskodni. Tehát, hogyha az ember megpróbál valamit elhallgatni, vagy megpróbál valamit mindenáron bebizonyítani a közönségnek és a műsorvezetőnek, az ki fog derülni. Tehát nem az én dolgom az ítélethozatal és az ítéletalkotás. Azt bízzuk a nézőkre. Azáltal, hogy megteremtem, és ezt is utólag találtam ki, tehát nem volt ez egy ilyen iszonyatosan nagy tervszerű filozófia az én fejembe. Ha meg tudom teremteni azt a légkört, hangulatot, hogy a másik azt gondolja, hogy elmondhatja mindenfajta támadó visszhang híján, akkor talán igazán pósztalan és manírmentessé tud válni. Az meg már a néző felelőssége, hogy mit van le mindebből. Hogy volt olyan oktondi, hogy nem gondolt arra, hogy itt ezt 3 kamera veszi, hát akkor így jár. De ebben például ez is nekem egy elég vaskosan és szigorúan betartott szabályom. Nem hagyom azt, hogy utólagosan 15 percnyi beszélgetést követően hazaér, felesége meggyőzi, hogy mégse kellene beszélni arról, hogy mi már 2-szer voltunk párterápián, vágjuk ki, és fölhívnak, akkor megmondom, hát ez bizony benne fog maradni. Mindig elmondom az interjú elején. Bármiről, ha kérdezem, mondhatja abban a pillanatban, hogy erről én nem szeretnék beszélni. Tehát volt olyan, aki fölhívott előtte, és azt mondta, igen, befejezem a történetet, és én azt fogom mondani, hogy még egy kérdést engedj meg. De ha ő ezt nem hagyja, és azt mondja, hogy megígértem a volt feleségemnek, hogy nem beszélek a válásról, én már tovább is megyek. De ha ő elmondja, hogy miért váltak el, mi történt valójában, majd másnap megálmodja, hogy szedjük ki, hát azt nehezen szoktam viselni. És ez az illető fölhívott teljes őszinteséggel elmondta, hogy ő megbeszélte annak idején a feleségével, hogy ők ezt még egyszer nem akarják a nyilvánosság elé tárni. Van közös gyerek, és én azt a következő megoldást választottam, talán ezzel nem árulok el nagy titkot, hogy nekem viszont ezt muszáj megkérdezni. Hisz tele volt vele a sajtó, én csak azt kérdezem meg, ezt szeretném nagyon bocsátani. Tehát én pletykákkal, szóbeszédekkel soha nem foglalkoztam. Tehát ha tudom is a valóságot, hogy jövök én ahhoz, hogy a ország szeme láttára szembesítsen valamivel. De ha van nyoma, és a Story magazin már 4-szer foglalkozott vele, akkor engedtessék meg, hogy én erre rákérdezzek. És azt mondtam neki, hogy figyelj, nekem muszáj megkérdezni, hisz mindenki ezt várja. De te azt mondod, amit most nekem a telefonban, hogy a feleségemmel megbeszéltem, akkor én tovább fogok menni, mert nem célom az, hogy neked ebből bajod legyen, ha lefektetjük előre a szabályokat. És mondtam, egyet kérek, ha elmondod, hogy ki, hogy bukott le, és mi volt a vállás oka, én azt nem fogom kiszedni az életem árán se. Hisz elmondtad kamerák előtt.
Szóval szerintem nem árt tisztességesnek lenni, de ha lefektettük a szabályokat, akkor viszont már azt mondom, hogy kélelhetetlenül kell ragaszkodni az elveidhez, ami ezek szerint lehet, hogy a külső szemlélő számára nem mindig tűnik annyira nagyvonalúnak. Hát ugye azért érdekes, mert hogy te deklaráltan kijelented, hogy te magánéletedről nem beszélsz. És a politikáról. És a politikáról. Ehhez képest a műsorodban ugye már sok magánéletével foglalkozol, és mondom... Is. Nem csak erről. Jó, nyilván, tehát igen. A szakma is... Jó, csak azért igen. Nagyon sokszor a művészeknél azért a magánélet és a szakmaiság az valahogy összefonódik, tehát hogy így nehéz azt megkerülni, igen. Csak hogy amikor... Hogy hol van egy határ, hogy az ember azt mondja, hogy jó, ezt majd megkérdezem adás után. Bármikor mondhatja azt az alany, hogy erről nem beszél. Szóval azért ezek felnőtt és profi interjú alanyok. Én azt szoktam erre mondani, hogy annak idején, amikor a... Most már azért több kolléganő készít fel egy-egy interjúre, tehát arra nekem már sajnos nincs kapacitásom, meg talán ezt el is untam, hogy én bogarásztam végig a 72-es filmszínház muzsikákat egy-egy. Régen megcsináltam. És hiszem, én is sem tudom. Hát elképesztő munka volt. És a filmszínház muzsikában valaki azt mondta, hogy elhagyta a Rozika, és most ő lemondott 3 előadást, mert annyira búbánatos, és nincs értelme a világnak, én 2023-ban is meg fogom kérdezni, hogy mi lett a Rozikával? Miért tűnt el? Tehát vagy beszélsz a Rozikákról, vagy nem beszélsz. Azt soha nem tudtam tolerálni, hogy valaki, amikor érdekei úgy kívánják, felhasználja a sajtót, és amikor már kellemetlen szituációra kerülne sor, és rákérdeznének, vérig sértődik, hogy a sajtó foglalkozik vele. Hát van ez a mondás, hogyha az esküvődön rossz lesz a sajtó, akkor a vállásodra is eljön. Pontosan. Szerintem nem kell elhívni az esküvődre a sajtót. És akkor nincsen semmi baj. Ráadásul én nekem mindig azok az emberek imponáltak ebbe a szakmába, akik a magánéletükkel soha nem kerültek címlapra. Ők egy dolog miatt voltak nekem hőseim és ikonjaim, hogy kérdeztek. És rohadtul nem érdekelt, hogy hanyatszor válnak, hogy nevelik a gyereküket. Nekem egy dolog érdekelt, hogy az jusson rólam eszükbe az embereknek, hogy én miket kérdeztem, és milyen riporter vagyok. Az már ilyen pótcselekvés, mikor valaki... Szóval voltam benne egy reggeli műsorban, egy kereskedelmi tévében, és utánunk jött valaki. És arról beszélt, hogy milyen volt a nyaralás a Rodoszon. És azon gondolkodtam, hogy minek kéne történnie, hogy én bemenjek egy reggeli műsorba, és képeket mutogassak arról, hogy nyaraltam. Egyfelől élő embert nem érdekel szerintem az én nyaralásom. Másfelől ez már valami olyan fokú magamutogatás, vagy kompenzálása, halkan teszem hozzá, talán a teljesítmény hiányának, ami tőlem nagyon-nagyon távol áll. Hogy változott meg egyébként a kérdezés technikád, és ezt most abban a szempontból, ha egyáltalán megváltozott az elmúlt 20 évben, és abban a szempontból is kérdezem, hogy ugye jövő fókusza van ennek a beszélgetésnek, és hát nagyon-nagyon megváltozott az emberek igénye arra, hogy milyen időtartamba fogyasszanak ilyen tartalmakat, mert te hála, jó Istenem, hogy én nagyon szeretem a hosszú beszélgetéseket csinálsz és mutatsz meg, de azért már nagyon felgyorsult a világ. Meg kell nyilván szólítani a következő korosztályt, hogy legyen majd ott bizonyos 60-70 éves korodban, és Endre valaki, aki nézzen és hallga, igen. Semennyire szerintem. Nem? Nem. Rengeteget elemeztem magam, rengeteget elemeztem az előképeimet. A kérdező sokszor jobban érdekelt, mint a válaszadó. De arra rájöttem, hogy ha én valamikortól már pósztalanabb, görcstelenebb és fesztelenebb lettem a kamera előtt, az pont akkortól lett igazzá, amikor már nem elemeztem ezeket annyira túl. Tehát amikor előre így megfontoltam, hogy fogom föltenni a kérdést, és majd így meg fogom igazítani a szemüvegem, és az ilyen végtelenül tudatossá fog válni, hát pokolivá válik. Tehát az egész egy monír rengeteggé lesz. De hogyha valaki már nem gondol arra olyan istentelen módon, hogy milyen akar lenni, és ne erre is rájöttem, szerintem a görcsösség, amikor valamit ilyen minden áron nagyon akarsz, az mindig visszaüt. Tehát ha én patika mérlegen kiméred a hatáskertésnek az elemeit, meg a különféle módozatait, nekem az soha nem jött be. De hogyha csak leülök és megpróbálok a magam lehetőségei meg szűkre szabott intellektusom nyomán valamit válaszolni vagy gagyogni a kérdésedre, biztos vagyok benne, hogy sokkal érvényesebb lesz, mintha előre kigondoltam volna, hogy milyen akarok lenni. És szerintem kérdezőként is ez a legfontosabb. Nagyon sok idő kellett szerintem nekem, ezt is ma már az ember nagyvonalúan be tudja vallani, amíg
közel olyanná vált a képernyő előtt, mint amikor mi beszélünk a telefonon. De ezt talán megerősítheted, hogy én nem vagyok más, amikor telefonon beszélünk, vagy itt, vagy nem nagyon. Egy picit más vagy, mert akkor nagyon jól tudunk plegykálkodni, amit nagy nyilvánosság előtt, azért sem, nyilván az emberben ezt, van annyi, hogy... Igen, de a másokra való tekintettel, nekünk nagyon jól esnek. Azért mondom, hogy ennyi, de egyébként tényleg nem. És hogy ez szerintem, ez sokkal hitelesebb, meg önazonosabb, mint amikor rafináltan kimódolnám azt, hogy majd én belecsempészek egy olyan kifejezést, hogy elkezdek majd gyorsabban kérdezni. Az nem olyan. Őszintén kell kérdezni, amit akkor az ember a szaktudása nyomán úgy gondolja, hogy helyes. Egyszer, nem is egyszer, többször kérdeztek téged, hogy akkor honnan jöttél, hova tartasz, stb. Stb. És ugye Szlovákiából jöttél át, és úgy fogalmaztál, ugye 18 évesen riporter kerestetik, stb. Stb. Hogy ugye ez egy versenyhátrány, hogy onnan jöttél, és abból a környezetből, ahonnan jöttél, de ugyanakkor meg talán versenyelőny is, hogy muszáj volt bizonyítanod ahhoz, tehát tenned kellett valamit. Hogy ebből a szempontból átok vagy áldás, hogyha valaki nagyon jó közegben, nagyon jó anyagi körülmények között, nagyon értelmiség, tehát most itt a riporteri szakmáról készülök, nevelkedik, vagy jobb az, hogyha igazából teperni kell, és akkor sokkal több mindenki jöhet? Én szerintem nincs recept. Ez személyiségképlet kérdése, aktuális helyzet kérdése, kor kérdése. Nem hiszek a nagyon általános érvényű igazságokba. Talán a Blokád című filmben van, de lehet, hogy Antal József életrajzi könyvben olvastam, hogy a politikában és a szerelemben nincs olyan, hogy mindig és soha. És ez szerintem egy fontos mondat. Úgy általában véve, én nekem volt a hajlamom rá, hogy mindenre azt mondta, hát ez pedig így van, anyukám. Hát az tényleg? Nincs. Ó, hát én nagyon kizárólagos voltam régen. Tehát nagyon mondom, tudtam, hogy egy 60-70 éves bölcsnek. Igen. Lehet, hogy mint a Benjamin Button. És a végén egy ilyen siheder lesz itt 60-70 éves koromban. Most, hogy mondod, hasonlítani is lehetett, hogy így. Kösz. Már a fiatalkori Brad Pittre gondolsz, nem az öregre. Hát mindegy, hagyjuk ezt most igazán. Valahol így középtájon. Hogy nyilván ez egy erő, vagy nem is azt mondom, hogy bizonyítás a kényszerben, ez nem kényszer. Ez inkább valami, szerintem hajtóerő, az a jó szó. Tehát nekem több kell, meg kell mutassam. Én ezt nem kaptam készen. Nekem ez nem természetes. És általában véve egyébként azt hiszem észre, hogy az ambiciózus emberekben mindig van valami nagy-nagy mozgatórugó, ami lehet, hogy később jön rá, hogy mi volt. Valakinek akart-e bizonyítani, magának akart bizonyítani. Ő akarta pozícionálni magát valami miatt. Érte őt egy rossz élmény gyerekkorába. Ami kapcsán azt gondolta, hogy én ezt meghaladom és bebizonyítom az osztálytársaimnak. Vagy csak így próbálom végig gondolni, hogy az interjú alanyok, amikor ilyen lankadatlan nagy buzgalommal akartak valami bizonyítani, mikre szoktak hivatkozni. De például te kinek is mit akartál bizonyítani? Szerintem én nem akartam bizonyítani. Én szerintem én nekem volt egy álmom, és ez ilyen 6-7-8 éves koromban lehetett, amikor én ültem a tévé előtt, már a földön, és néztem a műsorokat, a Lehetetlent, a Friderikus Showt, a Kepest, a Vitrait, a Szilágyit, hogy én ezt akarom csinálni. És ez olyan kétségbe vonhatatlan egyértelműséggel volt bennem, hogy ezt akarom. Tehát nem tudom miért, de ájultan néztem. Tehát óriási filmrajongó voltam mindent, a VHS korszak, hát Bruce Willis, ezeket mind fölvettem, óriási filmrajongó voltam. Tehát akciófilmeket néztem, állandóan az akciófilmeket néztem, verekedtek, és még azt is felül tudta írni egy 8 éves gyerek szemszögében, hogy 8 éves fiút mi érdekel igazán? Foci, meg az akciófilmek. És ezen felül is szerintem a műsorok voltak, a szent volt. Tehát a péntek este, TV csatornákat, amikor indultak a kereskedelmi csatornák, akkor voltam szerintem én 12 éves, 11-12 éves, én megcsináltam a kereskedelmi csatornáknak a szerintem optimális műsorrácsát. Tehát, hogy mit kéne indítani a Dáridóval szembe, hogy nyerjen az RTL, és hogy kellene a Barátok között semlegesíteni a TV2-t. Egy nézettségi adattal nem voltam tisztában, tehát nem biztos, hogy Kolosiék ennek nagy hasznát vették volna akkor, de hogy engem ez szenvedélyesen érde. Műsorokat találtam ki. Tehát, hogy mit kellene elindítani, ugye a Dáridó futott 98 elejétől, akkor én voltam 13 éves, hogy... És mondtam, hogy Dáridót, hogy, tehát, hogy mi egy tévévezető fejében mi az, ami hatástalanítja ezt a műsort. És emlékszem, hogy kitaláltam, megvannak egyébként ezek a jegyzetek, múltkor ráakadtam. Hát gyermetegek, de az minden esetre fölsejlik belőle, hogy ez a fiú ezt nagyon-nagyon akarta.
Tehát a szenvedély, az ambíció és a szufla az nagyon megvolt bennem, ez egész biztos. Még magamat is meglepve, akire egyébként nem jellemző ez az álhatatosság. Ebben igen, van hajlamom a lustaságra és a megúszásra. Ezt most komolyan mondod? Ez soha jó is? Tehát az életben gondoltam volna ezt rólad. Ó, hát én nagy halogató vagyok például. Tényleg? Hú. Tehát bemenni egy okmányirodába, az... Tehát ahhoz képest a holdra szállás egy tea délután. Tehát ahogy azt én előkészítem, eltolom, fölhívok embereket, jó, hogy mit az, kell mert vinni. Ez egy ilyen, ez nincs kedved, ez akkor nem a munkához kapcsolódik nem, a halogatás, hanem nem. Ezek minden az ilyen más, szükséges igen, rossz így van, így van. Abba rettenetesen halogató és usta vagyok. A munkában valahogy azt éreztem, most így hangosan gondolkodva ezen, vagy próbálva ezt kipszichologizálni, ha van ilyen magyar szó, hogy ez szerintem a bizonytalanságból fakadt. Tehát azt érezte egy fiatal dilettáns, hogy nem jut eszébe a kérdés, ezért neki meg kell tanulni a nagyoktól. Jobban föl kell készülni, mint másnak, hogy egálba legyünk. Aztán ez elmúlik, szerintem ezek a görcsök, vagy bizonyítási kényszerek, vagy bizonytalanságok szerintem elmúlnak, és onnantól kezdve már nem akar az ember olyan iszonyatos módon felkészülni. Ezt szoktam ezt mondani már unom magam egy tárgyba, hogy amikor a Pécsi Ildikó, hát például a Pécsi Ildikó, amikor beszélgettem, akkor megnéztem az osztálytalálkozónak. Ott nem lehetett megnézni az osztálytalálkozókat, de a Friderikusz honlapján fönn volt az osztálytalálkozónak a leírata. Tehát, hogy érkezett Kovács Bennő, hozott egy virágot, és elénekelték a Petróleum lámpát. És hát, hogy ezt minek kellett nekem elolvasni? Most így, ahogy elmondtam, nem tudom. De elolvastam. És jött a Pécsi Ildikó, és valahogy mondta, hogy neki volt egy nagy szerelme. Azt mondja, ha most agyonverse jut eszembe. Mondom, az a Kovács Sándor volt. Mire azt mondta a Pécsi? Hát ezt nem hiszem el. Tehát, ezt is tudtam, és ma már rájöttem, hogy a legnagyobb hiba tudni a Kovács Sándorok nevét. Mert ha tudod a Kovács Sándor nevét, akkor mi a túróra vagy kíváncsi? Igen, akkor nem fog érdekelni. Annyira, de jó, de azért ez szóval, hogy mondjam, meg kell hozni azért azt a határt, hogy nem lehet átesni a ló túloldalára, hogy hát akkor ne tudjunk semmit, mert akkor majd izgat, mert bizonyos dolgokat meg tudni kell. Szóval azért ennek is van egy... Most olyannak tűnök, mint aki ilyen pukkancs ember, és könnyen szakmailag föl lehet húzni. Az utolsó triggerpontomat elmondom. Szakmailag. Amikor azt mondja valaki, hogy ő nem készül föl, mert ettől lesz spontán a beszélgetés. Hát egy túrót. Ő lusta, csak megideologizálja azt, hogy ne kelljen dolgozni, és ettől lesz eszelős módon fesztelen. Ez igen, nem csak igaz. Mondom, itt azért van egy ellentmondás, mert ahhoz, hogy tudd a Kovács Sándorokat, fel kell készülni. De ha meg túl készülöd, igen. Tehát hát itt kell meghúzni valahogy azt, pontosan, tehát, hogy... Ez hozza a rutin, ezért van két kolléganőim, akik fölkészítenek, iszonyat részletgazdagsággal sok 10 oldalt kapok, akik föltúrnak mindent, nyilván velem egyeztetve, és annak a szintézisét, persze én ezt átolvasom, kijegyzetelem, utána kérdezek, ha bármi hiányérzetem van, ez nem egy gyors olvasás azért, így megmarad a természetes érdeklődésem, halkan hozzáteszem, nem kellett végignéznem 15 interjút vele, vagy 20-at, ezáltal nem válik automatizmussá egy-egy válasza, hisz majdnem, hogy először hallom, és csak a kivonatokat olvastam el. Én valahol itt találtam meg azt a keresztmetszetét, hogy még érdekel az ember, de mégis a felkészülés elég nagyfokú vértezetébe ülök le. Volt egy olyan interjú, hát ezt azért sem akarom elmesélni, mert kollégát megfogadtam, hogy nem fogom elmesélni, vagy nem fogom megbántani, de azt, mikor láttam, arra rájöttem, hogy na, így nem szabad. Tehát Mácsai Pállal készített egy interjút, és halvány fogalma. Azon túl, hogy Mácsai Pállt szeretik a nők, semmi nem jutott eszébe. Hát ez, és az egy kínos beszélgetés volt. És irigylem is a magabiztosságát, hogy valaki leül úgy Mácsai Pállal beszélgetni 60 percet, hogy annyira bízon az intellektusába, hogy majd úgy eszébe jut ez. Jó, hát az. Ezt nevezzük inkább tiszteletlenségnek, van, tehát hogy ezt azért ez mondjuk az. Tudatosság. Igen. Nem csak abban vagy tudatos, hogy akkor tudatosan készülsz egy beszélgetésre, tudatosan készítesz elő műsorterveket, amelyeket tudatosan megvalósítasz, hanem ezeket egyszerűen tudatosan kirakod a térbe, hogy minél többekhez eljussanak. De ezt hogy csinálod? Vagy mikor jöttél arra rá, és akkor mondjuk ki, hogy igazából nagyon jól tudsz azzal keresni, hogy a YouTube-on megjelennek ezek a műsorok, hiszen nagyon nagy nézettségeket generálsz, de hát ide el kellett jutni. Ehhez mindenképpen tudatosság kellett. A saját magam bőrén tanultam meg mindezt. Tehát ezek kényszerhelyzetek voltak, hogy én 3-szor vagy 4-szer jöttem el ilyen-olyan médiatermékektől. Volt, hogy a saját döntésem nyomán, és volt, hogy nekem el kellett jönni.
akkor megint a 60 éves Endre bácsi fog mondani egy ilyen szentenciát a fiataloknak, hogy jól figyeljetek, hogy amikor történik egy ilyen, általában véve is szerintem ez egy baromi fontos dolog az életben, hogy ne zuhanj össze. Tehát ezekből a pofonokból, azért ezek kudarcok voltak, tehát volt olyan, hogy nekem még azért a szerződésem lehetőséget biztosított volna hosszú ideig. De nagyon jó körülmények. Nem, soha ja, nem mondanék konkrétan, nem piszkítok abba a fejét. Én annak a kenyerét tettem annak a tévécsatornának, vagy rádiónak, úgyhogy nem szeretném konkrétizálni, de el kellett jönnöm. Most két út van. Az egyik, hogy az ember ezen kesereg 80 éves koráig a piroska kocsmába, és issza a fél deciket, és mindenkinek azt mondja, hogy neki mekkora lehetősége volt, csak ezek a szemétállatok kibabráltak vele. Megkérdezném tőle a 80 éves, hogy de hát azóta eltelt 50 év. Kedves barátom, tehát akkor miért nem írtad felül ezt a hihetetlen rossz élményt? Hogy az ember fölgyűri az inge ujját, és azt mondja, hogy ha így nem lehet, akkor nézzük meg, hogy hogy lehet. Abba például biztos, hogy tudatos voltam, hogy én már csak úgy szerződök, hogy a YouTube-ra is kimehessen mindez. Ezt elég korán felismertem, az első kudarcok nyomán, hogy ez maradjon meg. Ugyanis tengelyéles logikával azért azt kiszámoltam, hogy ha lemegy a tévébe este 10-kor valami, az vagy nézi valaki, vagy nem. Történetesen nem volt itthon, azt az életben többet nem fogja látni. Viszont ha én kiteszem a saját YouTube csatornámra, az a világ végezetéig megnézhető lesz. Tehát ezáltal már helyzeti előnybe kerülök azzal, aki két kézzel kapaszkodik a televízióba. Arra is rájöttem, hogy miképp lehet ebből keresni. Már pedig úgy, hogyha sokan néznek. Ha sokan néznek, akkor jó műsort kell csinálni. Lehet, hogy a kevesebb több. Ezt is a saját bőrén tanulta meg az ember, hogy inkább legyen egy jó, és azt többen meg fogják nézni, mint csináljunk 10 vicik, vacakot, vagy közepesen jót. Én nagyon hiszek abba, hogy a döntések azok, amelyek minket meghatároznak. Például a nemet mondás képessége. Tehát amikor végig gondolom, hogy én mi mindenre mondtam eddig nemet, ami utólagosan szinte mindig bizonságot nyert, hogy nagyon jó döntést hoztam, hogy én nemet mondtam. Tehát mivé váltam volna azáltal, hogy milyen kockázatokat rejtett volna az ilyen vagy olyan műsorokba való föltűnésem, hát áldom az eszem. Mert azért ez ego kérdés. Tehát amikor egy kereskedelmi csatorna hív valamire, amiben a pénzparipa fegyver, csillogás és a sztárság ígérete azért ott van. Tehát ki az, aki nem borzong bele, hogy a 700-nek engem is most sokan fognak nézni? De hogy le tudod-e gyűrni az egódat, és hosszabb horizonton keresztül, vagy tágabb horizonton keresztül vagy képes szemlélni egy-egy eseménynek a következményeit. Tehát haszon-kár elemzés, azt hiszem ezt szokták mondani. Tehát mit hozhat ez az esemény neked? Pozitív értelemben. És mi lehet a kár? Tehát mekkora lehet a veszteség, hogyha bevágnak egy olyat rólad, vagy tovább menjek, ha már a szombatesti lázat említettem, most nem akartam pont ezt mondani, nem hívtak oda, Istenem, tehát ha ennyi eszükköt. Szerintem azt sejthették, hogy én ott botlápként. De hogy mi lehet az igazi negatív következménye egy olyan nem neked való műsorba való feltűnésnek, ezt azért végig szoktam gondolni. És szerintem nagyon sokan itt esnek el. Amikor meggyőzik magukat arról, hogy szerkesztők gondoltak rám. Tehát akkor nekem ez lehet, hogy mégis megy. Ez olyan volt, mint mikor, nem szoktunk politizálni, de ez nagyon tetszett, hogy egy... azt hiszem, hogy a Gyurcsány lemondása után valamelyik híroldal fölhívta a parlamenti képviselőket, akik nem voltak élvonalban. Ha most rosszul emlékszek, elnézést, és akkor nagyot fogok égni. De olyan emberek, akikről senki nem tudott. Tehát a közvélemény nem ismerte őket, ők voltak a szavazógépek, lehet, hogy ott a megyébe viszonylag erős embernek számítottak, és elmondták nekik, ez egy telefonhívás volt, hogy Ildikó Péter arra gondolt, hogy ugorj be. Ő nem is ismerte, aki teljesen először elzárkóztak, és azt mondták, hogy kizár dolog, hát én nem. És 5 perc után elkezdték mondogatni, hogy de ezt mondta az Ildi. Hát végül is. Hát 5 éve csinálom. Tehát ha más hisz bennem, és az ego mindig fölül kerekedik. Szerintem ezt nagyon fontos volt megtanulni korábban, hogy ez egy ilyen nagyon rövid távú pirruszi győzelem ez. Igen, csak azért egyébként ez nem biztos, hogy mindig mindenben igaz, mert van olyan, hogy mások mégiscsak beléd látnak tényleg olyan dolgokat, amik benned vannak, csak te ezt korábban nem hitted el. Biztos, hogy magadról. Tehát, hogy itt kell észnél lenni. Igen. Hogy mire mondasz nemet, és igen, de mi az, amit
amin el kell gondolkozni, lehet, hogy tényleg egyébként azt is tudom, meg azt is tudom, csak hogy soha nem mert... El is szoktam. Tehát most, ha meghallgatnám ezt a beszélgetést, és én egy néző lennék, biztos azt gondolnám, hogy egy ilyen patika mérlegen mindent precízusan kiszámoló, végtelenül tudatos és egy hótracionális csávó ez az ember. Nagyon nem vagyok azt. Tehát én egy végtelenül emocionális ember vagyok. Valahogy a szakmai életemben, és szerintem ezt én szerencse számlájára írom, hogy tudom ezt a fajta látásmódot alkalmazni. Sokkal jobb, mint hogyha így az ösztöneim, a kielégítetlen egóm vezetne, és annak nyomán döntenék. Ezt valahogy tudom ilyen, az csúnya szó, hogy termékként, mert ez nem igaz, soha nem így tekintettem rá, hanem egy hosszú távú befektetésként értelmezni, hogyha én még 10 év múlva is szeretnék beszélgetni emberekkel, akkor szerintem az nem fér bele, hogy én a dzsungelbe eszek mindenféle oda nem illő dolgot. De az a dzsungelbe oda illik, csak a gyomromban nem illő. Igen. Oda igen. Nagyon nem. Igen. És amikor végig gondolja az ember, hogy ezen mennyit kereshet, nem hívtak a dzsungelbe, tehát direkt olyat mondok, ami nem valós. Hát ezek után nem is fognak, tehát most ezt akkor kijelenthetjük. De oda azt hiszem nem is lennék való. Te színész nem akartál lenni különben? De. Tényleg? De akartam. Hát én szavarú versenyen is jártam kérdezni. Jaj, nem mondod. De bizonyám. És nem is voltam szerintem olyan rossz. Tehát egy óriási hiátus volt, hogy én nagyon szemérmes és gátlásos voltam színpadon. Tehát engem például a közönség a mai napig zavar. Tehát én itt sokkal pusztalanabbul és természetesebben érzem magam, mint hogyha itt ülne 6 néző, és itt tapsikolna, és nevetne, már lemerevednék. Tehát akkor már nem tudnék ilyen lenni, ha ez annak minősül, hogy természetes vagyok. És arra rájöttem, hogy lehet, hogy el tudom mondani a anyám tyúkját 7 évesen, és nyerek valamit, vagy 11 évesen valami kosztolányi novellát, nem lettem volna jó színész. Tehát gátlásos vagyok ahhoz, és azt látom, hogy az igazán jó színészek is azok, szemérmesek, egytől egyig. Tehát legalábbis úgy veszem észre, hogy valami mély szemérem érzet van, ami nem összekeverendő a szégyellőséggel vagy a prüdériával. Szemérem, mint megmutatni magad, kitárulkozni ütre-botra, és szerintem én arra képtelen lettem volna, hogy ott a színpadon igazán mélyen, hitelesen, szerintem bohóckodással fajult volna az egész. Van hajlamom szerintem időnként a ripacskodásra, remélem, hogy szerethetően csinálom, és szerintem borzasztó rossz színész lett volna belőlem. És pont pár napja voltam egy premiéren, és pont beszélgettem egy fiatal színésznővel utána, és hát rájöttem, hogy ha valamit nem nekem talál, halálfélelmem lett volna. Tehát kimenni egy premiérre, ami így vagy úgy be van gyakorolva, halálfélelmem. Tehát egyszer volt egy koncert, egy ilyen nagy helyen, tehát sok ezer ember volt. Hát azt nem tudom neked elmondani, hogy én hogy jutottam ki a színpadra. Tehát mit csináltál ott a koncerten? Nem énekeltem. Jó, nem, csak tánckar se. Kitalálta az énekes, hogy 2 szám között kérdezgessem őt, és akkor lesz ennek egy ilyen meghitt lírai hangulata. És úgy végig gondoltam, hogy ott tombol nem tudom hány ezer ember, és én kijövök, hogy fognak nekem örülni. És egyébként jól lehoztuk, tehát szerettek. De a halálfélelem az rigófügy volt ahhoz képest. Tehát emlékszem arra, hogy azt mondtam, hogy ha eljutok az asztalig, ami körülbelül annyira volt, mint te, akkor túléltem az egész tört. Nem emlékszem a pillanatra. És akkor rájöttem, hogy 300 ember, meg 10 000 ember előtt sem ugyanaz kimenni. Na, olyan ereje van, amikor nem tudom hányan voltak, arra sem emlékszem, hogy melyik koncert volt, mert szerintem annyira beszélget. De arra emlékszem, hogy nem akarom mondani őt. És nagyon jó fej volt, köszönhetően neki, az ő nyugalma azért átragadt bennem. Nyilván ez is fejleszthető szerintem a rutinnal. Tehát ma már azért nem kell kilögdösni a színpadra. De volt olyan, csináltam egy örkénkertet, és már jó ideje nem csináltam színpadi műsort, és a Mácsai odajött hozzám, és elkezdtem mondani, hogy figyelj, ez egy nagyon családias esemény, és akkor rájöttem, hogy én végtelenül el lehetek sápadva, hogyha engem meg akar nyugtatni. Most már nem izgulok azért ettől, de az biztos, hogy a közönség kevésbé hat rám felszabadítóan, mint 3 vagy 5 kamera. És ez is milyen érdekes, hogy valaki pedig, amikor nyilatkozik, teljesen bemerevedik, de amikor 500 embert kell szórakoztatni, és nincs ott kamera, akkor pedig tökéletesen működik. Szóval... Hát valószínűleg egyébként ez más, hogy hat rá annak az energiája, amit ez az 500 ember ott abból ki tud hozni. Kifutottunk már 1000-szeresen az időből, de hát ezt akkor sem fogod megúszni, hiába is gondolnád, de lehet, hogy megúszod, mert ilyen vagy, és majd így kicsúszol a kezem közül, de hogy tényleg nagyon jól tudsz utánozni, és az egyébként tényleg foglalkoztat, hogy erre te hogy jöttél rá. Azt elmesélem, megmutatni biztosan nem fogom. És egyébként miért nem?
egyszer megmutattam egy nagy színésznőnek, együtt ebédeltünk, és ő azt mondta, hogy fia, ez remek. És mondtam, hogy szerintem nem annyira jó, mire azt mondta, hogy muci, ehhez pont értek, mondta ő. És akkor elhittem, hogy lehet, hogy igaza van, és ő is fölhívta aztán a figyelmet rá, hogy azért ez nagyon veszélyes. Tehát, hogyha elkezdesz ripacskodni, és amiről beszéltem, hogy ne az jusson az embereknek eszébe, hogy hol nyaraltál, vagy kivel élsz, és mit csinálsz a kiránduláson, ne az jusson az embereknek eszébe, hogy én itt poénkodom, és elváltoztatott hangon különféle karaktereket elevenítek meg, hanem az, hogy hogy kérdezek. Lehet, hogy egyszer megmutatom, egyszer majd, aminek megtalálom ilyen formán az alkalmát jó sokára a 70 éves Endre bácsi, akinek már minden mindegy. Legyek ott. Ott leszel. Az Endre bácsi, akinek már minden mindegy. Úgy jöttem rá, hogy én nagyon szerettem szerepelni. És egyke gyerek voltam, és most már ezt így megpróbálom kibogozni, hogy nagyon vágytam arra, hogy ilyen a középpontban legyek. Általában is központi szerepet töltöttem be gyerekként, ami biztos nagyon nevetséges lehetett. Tehát aki ilyen izzadságszagú alak, a minden olyan szerepelni, én azoktól a kisgyerekektől meghalok. Nyugodj, öcsi! Jó, nyugi. Nem kell ennyi. Én a buszon fölálltunk, ilyen kiránduláson, vagy fölálltam, de emlékszem, hogy még énekeltem is, volt ez a Patika dal, Kolta jó énekelte, én kevésbé, és találtam erre valami szerencsétlen társamat, mert azért annyi eszem volt, hogy ne egyedül égjek, ha még egy, aki a szöveget se tudta, hogy ketten vigyük el a balhét, és mindezt hat évesen elővezettük, szerintem a világ pénzét, ha felajánlanák, se biztos, hogy elvállalnám, hogy akár három ember előtt én elkezdjek énekelni egy Patika dalt. A Patika sorozatra emlékszel, hogy... Igen, tudom, persze. Hát, és azt gondolod-e, hat évesen, úgy komolyan véve saját magad. És úgy elkezdtem ezeket a hangokat úgy mutogatni, szerintem ösztönösen, emlékszem, Hankiselemér, Tordján, tehát a 90-es évek elején menők voltak, Orbán, Göncz Árpád, Spéter Erzsébet. És nevettek a felnőttek. Abban nem voltam biztos, hogy tudom, hogy ki az a Spéter Erzsébet, de ha rádió kabaréban hallottam, hogy Spéter Erzsébetet utánozzák, akkor én ezt tudtam hozni. Mert szerintem ez vagy megvan valakiben, vagy nem. Tehát, hogy hang után, hallás után reprodukálni tudja azt a hangot. És hát annak tényleg van egy bája, hogy egy 5 éves gyerek Hankis Elemér vagy Tordján hangján beszél. És egy idő után erre úgy felszólítottak, hogy mutass egy kis Göncz Árpádot. És akkor én mutattam Göncz Árpádot, és rájöttem arra, hogy ez ennek sikere van. És bizonyos alkohol elfogyasztása után, ha olyan a kedvem, erre is rájött egyébként a környezetem, hogy egy dologgal lehet ezt megakadályozni, hogy ez előforduljon, ha felszólítanak. Tehát, hogy azt mondják, hogy figyelj, mutasd meg a Melinnának azt a... Azt kizárt, hogy akkor este én bizonyosan nem fogok. De ha olyan a kedvem, olyan a hangulat, és röhögünk, és spontán nem performance jelleggel, hanem csak úgy beleszövöm, akkor szoktam ezzel élni. Na jó van, hát figyelj, most fölcsigáztunk szerintem nagyon sokakat. Igen, most egyszer bemutatom, azt fogják mondani, hogy ezt a szörnyűséget. Szóval erről beszéltek ilyen hosszal, hogy milyen jó. Na mindegy, ez a lényeg, hogy én ott akarok lenni, jó? A nagy nyilvánosság előtt ezeket a képességeidet megmutatod. És egyébként egyetlen egy utolsó kérdés, hogy mondjuk ott vagyok, már ezt megmutattad, de, és mondjuk legyél tényleg 70 éves. Azt el tudod képzelni, hogy 70 évesen csinálod az interjúkat? Nem. Nem? Nem. Nem tudom. A Biblia mondja azt, hogy ne dicsekedj a holnapi nappal, nem tudod, mit hoz a naptereád. Nekem az nagyon imponál, amikor valaki hátralép. Tehát él a családjával, két gyerekével, van egy nyaralója, és úgy él. És oda lemegy, ott tölti a nyarakat, ír egy könyvet esetleg, fogadja a barátokat, sütögetnek, és ezzel telnek a nyugdíjas évei. Érzékeny pontra tapintottál, mert én most 39, majdnem 38-at mondtam, de hát emlékeztettél, hogy ez már a múlt. Igen. 39, úgy nem nagyon értem azokat. Aztán lehet, hogy én pont ilyen leszek, legalább számon kérhető, akik már egy bizonyos kor betölte után, miért nem a családjukkal vannak, és mi ez a fékezhetetlen magamutogatási vágy 4 Kossuth díj után. Ezen úgy meg szoktam lepődni, vagy prima primissima díj után, bármilyen szakmáról beszéltek. Mindene megvan. Egy tökéletes életmű, 3 unoka, egy szerető feleség, menyek, vők, gyerekek, óriási családozás, és még a pénze is megvan, hogy utazgasson. Hát én innám az olasz rizlingeket, és okoskodnék mindenfajta hangon, aki arra kíváncsi a környezetembe, de hogy nem kapaszkodnék, most ezt mondom, 70 fölött abba, hogy 3 lájkkal több legyen, és csináljak még egy interjút a 3200 fölött,
Azt hallottam, és legyen akkor ez a zárszó, mert magunkkal szúrunk ki, hogy ez most már ilyen hosszú lesz, hogy nem tudom, ki mondta, de nagyon tetszett ez a mondat, hogy az élet nem a győzelmekről szól, hanem arról az emberről, akit először fölhívsz, amikor győztél. És szerintem ez így van. 39 évesen egyre inkább erre jövök rá. Nagyon jó, hogy itt voltál, és igazából most még annyi kérdésem vetődött volna föl ennek kapcsán, úgyhogy szerintem fogunk mi még beszélgetni. Legyen így, örömmel jöttem. Köszönöm. Köszönöm.